Vizsgálom magamban, hogy mely igazságokat hallottam vagy ismertem fel kora gyermekkoromtól fogva. 15-16 éves lehettem, de hát az akkori idők szerint még gyermek, nem annyira kamasz vagy fiatal, amikor Babits Mihály versei lenyűgöztek engem. Egy futballedzésről mentem haza, leheveredtem a kanapén, bekapcsoltam a Kossuth rádiót, és Gáti József különös verseket mondott. Nem is tudtam, hogy kinek a verseit, de annyira megtetszettek ezek a versek, megvártam a műsor végét, és akkor jelentették be, hogy Babits Mihály verseit mondta el Gáti József. Hát szinte Babitsnak a nevét se hallottam, gyorsan megmosakodtam, felöltözködtem, rohantam Városkánk Mosonnak egyetlen egy könyvesboltjába, és 27 forint 50 fillérért megvettem életem első könyvét, Babits Mihály összegyűjtött versei. Máig is megvan rongyá olvasva, mert én azt úgy faltam, úgy olvastam, utána bementem Győrbe a megyei könyvtárba, és kivettem, amit csak nekem diáknak kiadtak, Babits könyvet, 5-ösével, 10-esével vittem haza ezeket. És hogy nyomozok magamba, hogy melyik volt az az igazság például, amit csak Babitstól én egy nagy igazságnak tartottam, amit ő fogalmazott meg. Hogy végigolvastam az írásait, egy nagyon elfelejtett, de méltatlanul elfelejtett magyar gondolkodóról, Péterfi Jenőről írta Babits, ő nem csak a neki tetsző igazságokat szerette, hanem a keserű igazságokat is. Ez a mondat nagyon mellbevágott, mondom olyan 15-16 éves koromban. Akkortól fogva gondolkozom el azon, hogy kétféle igazság van az életben. Vannak nekünk tetsző igazságok, és vannak olyan igazságok, amelyektől talán elfutunk, hallani se akarjuk őket. Vannak nekünk tetsző igazságok, amelyekről persze legtöbbnyire kiderül, hogy ez az önigazolás igazsága vagy igazságai, és vannak olyan igazságok, amelyek először mellbevágnak bennünket, letaglóznak, ki is sepernénk a tudatunkból ezeket, de később szinte óhatatlanul és akaratlanul kezdenek felnövekedni, a mi felidézésünk nélkül is kezdenek eszünkbe jutni, és valaki figyelmeztet, hogy ez az igazság, nem a neked tetsző igazság, hanem ezek a keserű igazságok mutatják meg, hogy mi a helyzet az életedben. Mint hogy a keserű orvosság tud meggyógyítani, és nem az édes cukorka, amitől elvásik a fogad, és az egész szervezeted is tönkre megy bele, hogyha gyakran és sokat fogyasztasz belőle. Keserű igazságok. Péterfi Jenő jobban szerette a keserű igazságokat, mint a neki tetsző igazságokat. Először úgy raktároztam ezt a mondatot, hogy minden értelmiségi embernek, minden tollforgató embernek, minden embernek, aki másoknak akar mondani valamit, szeretnie kell a keserű igazságokat, ki kell mondani a keserű igazságokat, mert aki nem mondja ki a keserű igazságokat, az nem gyógyítani akar, hanem még inkább tönkretenni. És lehet nem csak egy embert tönkretenni, egy egész nemzetet is lehet tönkretenni. Sok frázissal, hordószónoklattal, sok demagógiával az emberek nagyon könnyen tönkretehetők. Ki az, aki kimondja a keserű igazságokat, és ki az, aki ezeket meg akarja hallani? A rendszerváltás idején volt egy folyóirat, és ott a szalag címében ott volt ez a mondat, hogy nem az igazság nehéz, elfogadtatni nehéz. Miért nehéz elfogadtatni az igazságot? Azért, mert az igazi igazságok keserű igazságok. Azokból az ember nem akar kérni. Az emberi természet tiltakozik, ez nem így van, ennek rám nincs. Nekem erre nincs szükségem. Elég az én magam igazság halmaza, amivel magam igazolom magam. Az az igazság. Aztán ez a lap is megszűnt, és valahogy ez a bölcs mondás is eltűnt az emberek szem elől. Pedig ez nagyon nagy mondás. Nem az igazság nehéz. Az igazság annyi, hogy 2 × 2 = 4. Ehelyett mit csinálunk mi emberek, vagy 3-ra, vagy 5-re akarjuk kihozni. Ezek a magunk igazságai.
Önök szeretik a keserű igazságokat? El tudnak gondolkozni egy-egy bírálaton? Akár közvetetten is, amikor nem önöknek közvetlenül hozzák tudomására, hogy egy másik ember szemében, az önök életében mi a probléma vagy baj, hanem közvetve olvasnak valamit, szembe találkoznak valamivel, és érzik, hogy az önökre is vonatkozik, és ez mint egy megfeddi, megdorgálja az önök gondolkodását vagy viselkedését. Én azt tanácsolom önöknek. A keserű igazságok, gyógyító, javító igazságok. Ne hallgassanak a nekünk tetsző igazságokra.